az itt ülő közönségtől elnézést kérek, én kapcsoltattam be a légkondit, mert szeretem látni a melbimbókat. De hülye ennyire? Maguk így tapsolnak, meg örülnek, mikor nekem rossz kedvem van, hogy ezzel cukolják. Erre számíthatok ennyi. Mivel tudnánk megvigasztani téged, édes? Gyakorlatilag úgy néz ki, egy pincér elég is lenne. Akarsz beszélni róla? Nem. És ha egy másodpercemből nem veszed le a kezedet rólam... Nem. Hagyjál! Olyan vagy, mint az osztálytársam, az Eszterke, nem mondom a nevét, aki mindig azt mondta, hogy de édes vagy, meg öltem volna. Olyan édes. De és azzal sem volt semmi? De... Dóra, te meg belekerülsz én hazugság spirálba, nem kell ezt elkezdened. Há? Az a hazugság spirál amúgy se egészséges, a hazugság pessárium az sokkal egészségesebb, mert műanyagból van. A spiráltan így ül az ember, de... Nem. Te jobban tudod, hát én nem tudom. Nem. Tudod, hány nőt látok én a villamoson így? Az mind az. Az a... Nem, a kombínos utaznak. Menjünk már! Na jó. 12 értelmiségi, köztük Pap Lajos szívgyógyász, Makovec Imre építész, Meloko Miklós szobrász, Hargitai András úszó, Tőkés László püspök, Posgai Imre és Szűrös Mátyás volt szocialista politikusok. Egy petíciót írtak, amelyben alkotmányozó nemzetgyűlést, addig is ideiglenes kormányt követelnek. Baj lesz ebből. Igen. Semmit se kéne már mondani? Legjobb, ha nem mondunk semmit szerintem. Csináljuk úgy, mint te, üljünk némán végig. Úgy, hogy rájöttél. Abból nem lehet baj. Legjobb, ha nem mondunk semmit. Ezt mondom én is. De miért csak most? Jaj, de látod, pedig ő volt neked mindig a... Tudom, most az a János miatt van, hogy én aranyfogas szerintem ízlésten, de én ilyen aranynyelvre gyűjtök. Tehát... Hát aranyköpésed már volt. Bravo. Bassza meg, ez nem nekem jutott eszembe, majd megdőlök. Nem vagy még mondhatod, hogy aranyember. Nem, nem tudok már ilyet. Aranyesély, ezt nem. Vagy ha dúzzog, akkor... Hoppá, nem rossz. Elfogyott a viszkit. Nektek nincs petíciótok? Mink? Már nincs, összetéptem, volt. Tényleg összetéptem a színembe. Igen, akkor adtam fel a petíciókra való figyelést, amikor jött egy olyan e-mail, ami azt kérdezte meg, hogy most aláírjuk-e, hogy nem demonstrálunk. Akkor feladtam. Nem sokat érnek már ezek a petíciók, mert túl sok van belőle. A néz... Ugye összerakom már én. Miért írtad össze a petíciót? Tényleg volt. De azt ki írta? Mi írtuk hárman, de... De és miért tétek szét? Csinálj csak. Meggondoltam magam. És most egy másik tévébe beolvasom. Olvasd fel egy darabot. Egy darabot? Győztünk. Menjünk tovább. Szilit a kormányba! Aki hadson, mondjon le! Nem tudom miért! Megőrülök! Azt te vagy! Ez ilyen puzli vagy, micsoda, amit csinál! Kirakom, ha addig élek is. Megtalálta. Ehhez keresd meg az alsó lakobét. Megvan a teteje, várjál, vigyázz! Ez az, ne. De várjál! Rossz helyetetted. Jól látom, vigyázz, hogy ez az Magyarország a lakó. Higgyétek el, a műsor mehet tovább, simán. Régen volt egy ilyen játék, egy egyik nem régen, tévén. Most játsszuk, most. Gyerekek, mindjárt. Nem, csak az egy nagyon szép pillanat volt, egy hölgy vezette a játékot, és így lassan ilyen puzzle-ból ki kellett rakni, ki kellett találni, hogy mi volt látható a képernyőn, és már úgy bontakozott ki, hogy ott a Louvre van a képen. Kisala? És ja. a kollégina próbált segíteni a nézőnek, és mondta nagyon mélyen az ő szemébe nézve a kamerába, hogy tudja, hát ez az az épület, ahol a toronyba ott ugrált a pupos. Mire a néző mondta, hogy Notre Dame.
Ő tudta. De a képen nem az volt. Nagyon gátor. Alakul a lúv? Gyerekek, igen. Ezt azért mindenki tudja, hogy a pupost úgy hívták, hogy Notre Dame. A Notre Dame-nak nem igaziak, ott az Elifen van, 28 király. Hol van, drágám? A Notre Dame főkapja fölött van 28 ótestamentumi király, de 1789-ben levelt a nép. Volt egy forradalom. Nem, mert azt hitték, hogy azok... királyok. Bourbonok. Ki? Bourbon. Bourbon az igazság. Nem Bourbon, Bourbon. És később megtalálták őket, mint az agyakatonákat valamilyen tömegsírba. Már amerikai viszkigyárba volt később. Nem, a fejeket megtalálták később, de most már nem merik kitenni, hát ha megint jönnek, ami hülyék és levelik. Tehát hosszú. Hosszú. Na most viccet véletém, akkor olvasd be egyszerűen, mert mi hárman megegyeztünk és megkértünk. De mi az? Ezt a petíciót olvasd be. Láttál már ilyet, hogy valaki bemegy valahol, vagy beolvas egy petíciót. Annak, hogy beengedtek a portál, megnézzük. De nekem ebből lehet bajom? Neked ebből nem? Kiszel tündét a Kossuth térre! Ugye ez nem volt? De komolyan, Csád, ez most nem vicc. De én egy petíciót olvasok be. Azt olvas, én csak ellenőrzem, olvasd. Ezzel mi hárman egyetértünk, olvasd tovább. Nem, csak úgy, hogyha mind a hárman egyetértünk. Mind a hárman egyetértünk. Akkor te olvasol a másikat. De nem, ezt olvasd. Azt miért írtad oda? Egy petíciót szeretnék felolvasni. Leolvasni. Mi az? Mert hát nem tudod, hogy miért jöttél be a stúdióba. Jó? Olvasd bele a kamerába, az Isten áldjon már meg. Hát b***dek, hogy fogunk így ülni? Ott ég a piros. Jó, de azért... Egy kommunista pirosat látsz. Abba olvasd bele ezt a három. Egy, kettő, három. Tessék. Sárgába vagyok. Drága csillagaim. Kicsit remegjen a szád, és úgy érezd át, hogy itt vagy. Ezt is én mi voltunk a hülyék, hogy összeálltunk vele. Édek, nem, de tényleg. Az egység, azt látom. Mozgó plakátokkal segítsük a kombinók nappali üzemeltetését. A Duna helyén víz, a Tisza medrében méz, a Duna Tisza közén kánoán folyik. Ennyi. Köszönd meg. Mondd meg, hogy megengedték, hogy beolvasd. Te, Janika, de politikai céljaid eléréséhez végülis engem használsz föl, vagy... Ebben mi megegyeztünk mind a hárman, egyetértünk veled, menjünk tovább. Jó. Hova menjek tovább? A műsor menjen tovább! Menj át egy másik stúdióba. Jó. Nagyon nehéz poént, ne? És amit kiraktál, az az ellenőrző petíció? Igen. Ja, nem a hülyeséget olvasd be. Nem. És mi volt, amit összetéptél? Hát ugyanez. Mondom, hát ha meggondoltam magam, de nem, most egyetértek vele. De akkor ez műbalhé volt. Nem, ez igazi balhé. Nálunk nem úgy van. Mi nem gondoltjuk komolyan ezt, hogy mi így érezzük. De a tépkedés volt műbalhé. Azt az nem láttátok. Komolyan összetéptem. Nem. De ne beszéljünk róla, mert rossz kedvű leszek, ne hagyj. Ne te hülye hátra! Ez miért? Én. De várjál, lehet, hogy egy másik petíció lesz belőle, ha másképp rakod össze. Ezen mesterkedek éppen. Tedi, te nyertél. Miért? Mert nálam például életően elhatárolódom ettől hülyeségtől, amit felolvastál teljesen. Egy. A hajnövesztő szerek azonnali betiltását és a raktárkészletek megsemmisítését követeljük. Kettő. Követeljük, hogy Tar Béla filmrendező változtassa meg a nevét. Követeljük, hogy Moldova György vagy növesszen hajat, vagy hordjon parókát. Az már nem érvényes a tiéd. Ez valami fordrás szövetség, vagy mi? Ne. Majd megtudjátok, kik vagyunk mi. Menjünk tovább. János? Igen? Van még? Nálam nincs. És... De nálam van. De ott van. Kossuth térre a netkát. Elhatárolsz te is? Na. Elhatárolod? De akkor én is mondom. Kossuth térre a netkát.
Ezt az előbb fölolvastam, Kiszeltünk, mert nem figyelsz. Hát ott azt sem tudod, mit olvastál föl. Lehet, hogy azóta már Anetkát kilőtték, mert nem volt amikor. Hát nehéz lesz így veled. Semmi közöm, azzal olvastam. Ja, olvasom. Az iskolai énekfüzetek vonalkái piros-fehérek legyenek. Szabad vizelési lehetőséget Budapest valamennyi parkjában. Ennyi? Hát... Ilyen hülyeséget írtam. Mit vársz ettől, Topi? Hát... Csak bejön egy. Legalább a vizelés. A néző... ilyen betűgenerátor adtak ki ezeket? Hogy? Van ilyen véletlenszerű betűgenerátor, hogy kidob véletlenszerű mondatokat. Nem, ez az igazság, hogy mi ezen sokat tanakodtunk, tehát ez nem egy... nem viccnek szántuk egyáltalán. Aha. Nem, nem. Tessék? Nekem ennél nagyobb bajom van, hogy ma futott a világ két legjobb lova egymással, és én ott voltam. Melyik ma? És nem emlékszem, ma vasárnap. Az egyik tehát... a Sirocco. Hát az így van előttem, te. Hogy annak milyen kis segge van, te. A másik a helyi... amikor az fúj. A másik az, nekem nem áll olyan jól, az a Hurricane Run. Ja. Hurricane, mert a hurikánt az kint Hurricane-nek mondják. Hát miért nem mondod hurikának a Siroccót, nem? Siroccónak mondtad. De megmondom, mi az érdekessége. A Hurricane Run apja, az a Michael Táboré volt. És oda mennek kancák befedezni. Aha. Önöknél van egy hely, fölülnék oda. Mi onnan megérted? Igen, onnan se érti. És oda ment egy bajor kanca. Ki? Bajor kanca! Szép kis csalácsajókám, szép csalácsajókám! Nekem mondja! Nem hülyéskedik, egy bajor kancát befedezett a helyike... Patínje! Nem, ez a Montyú nevű ló. Ki? Montyú. De már franciás, Montyú! Előbb még Monsun volt, már Montyú! Az a Michael Tábor lova Montyú, befedezte a bajor kancát. Miért rám nézel? Hát ezt nem értik. Ez a te családfádi, te figyeljél! Hallottál, hogy Gál Völgyi? Nem volt. Ez a bajor kanca elment... Vadászni. Elment Bajorországba. Dunakeszire. Teni! Arra nem gondolsz, hogy nézi az egész családom? Hát hogy nézesz ki? És a... hogy szóba kerültek. És megellette a világ legjobb lovát. Hát az... Teni, Imre! Itt született Bajor Imre! Teni! Teni! Ez most, ha ilyesmire akarsz kiukat... Várjál, azt akarja mondani, Ödipusz kongresszusa volt a lónak. Hát azért ne arra volt. Nekem édesened egyszer azt mondta, hogy te nem fölsírtál, fölnyerítettél. Ez egy... ez egy komoly történet. Hogy a fenében? És, és soha nem fogja befejezni, értem. Felnőtt ez a kis csíkó, és a világ legjobb lova lett belőle Hurricane Run néven, és ez a Michael Tábor 10 millió dollárért visszavásárolta. Az Isten, kitől? Hát amit ő fedezett be. Ő fedezte egy darabig, azt biztosan. Nem érted? Eljön hozzá. Megunta. Mint ahogy mondják is a krimikbe, fedezzetek. Nem, van neked egy apaméned? Hogy nem? Én neked, hogy nem? Meg vagy őrülve? Ahhoz eljön egy... Hogy nem vagy a méhe is? Ahhoz eljön egy bajor kanca. Megeli ezt a nagyszerű lovat, és ott... és utána vissza kell vásárolni iszonyatos sok pénzért. Azt a kis lovat, a kis megint! Nem érted? Nem. Mondd azt, hogy érted. Soha nem megyünk tovább. Félig meddig az ő lóval csak kapott egy bizonyos összeget azért, hogy a kanca odajött hozzá. Teddy, elmagyarázom neked. Mondjuk, te jártál egy csajjal, meguntad, kinugtad, vágyakoztál, és már fizetni kellett érte. Tehát az ingyen már nem akartad. A Tábornak volt egy lova. Ezt én értem, Teddy. De egy dolgot te nem értesz meg, hogy általában így a világ történelemben kialakult egy nagyon furcsa dolog, történelmileg egyébként, vannak emberek és lovak, b***d meg. Az ló, ez meg ember. Te a Kentaurról még nem hallottál?
van, mint te, hátul meg a kincsem. Megint azt amikor azt fedezik. Olyan, mint egy kombinó. Képzeld el, 86 éves az anyám. Melyek hoz a fél tízre, egykor mondom, szalmát kérsz? Hát ne arra, ugye, hogy nézd azt? Lesz már a kocskacukor az ajtóban? Ez egy három mondatos történet lett volna, és mindenki azt mondja, hogy hosszúak a történeteim, de nem miattam. Nem. Van valakinek egy lova, az befedez egy kancát, és utána vissza kell vásárolni a százszorosáért. Ez a konvergencia. És most jön, amiért elmeséltem, amiért fantasztikus a történet. Eddig is az volt. Hogy a Sirokkónak és a helyük ellen annak is a tulajdonos a magyar. Nekem nem mondjad. Nevet kérünk. Nem te vagy? Nem Ján Sándor. Nem. Bárok Georg Ullmann az egyik, a másik meg Michael Tábor. Innen elszálmazott magyarok. A világ két legjobb lovának magyar a tulajdonosa, csak időben elmentek innen. Az egyik egyébként egy bankár család. Az Ullmann család a magyar általános hitelbe fognak. Ullmann Mónikának a papájának. Írtam a bátyámnak egy dolgot. Elezzük, hogy írtam a lomomnak egy dolgot. Befejeztem. Mit értesz azzal, hogy idejében elmentek? 1948-ba. 1948-ba. Én meg akkor jöttem meg. Hát most mondd meg. És 48-ban elmentek, én meg jó napot megjöttem. Hát. Már kint fedezhetnék Magyarországot. Befejeztem. Olyan titokzatos vagy, Imi. Egy igazi csődör. A Nóri elhitte a Teddy meséjét. Ennyi. Mindegy, Nóra, ezek olyan információk, ha ezt valaki nem tudja, az tényleg az. Elmagyaráznám én. Le van messze. El fogom neked én magyarázni, mihelyest hívunk egy taxit. Anyukám csak hülyéskedtek. Rám bízhatok. Ő nem is jön velünk, jó? Én a topival megyek gyúrni.